legalább a pulóveredet vesd le. Mi baj az a pulóveredben? Nem illik a nadrágodhoz. Nem? Régebben azt mondtad, ki nem állhatod a norvég mintát, hogy csak begyökösödött családapák hordanak ilyen. Tessék, nagyon. Jézusom, mi van rajtad? Egy pohóló. Azt látom, de mi van rajta? Nirvana. Ez egy együttes neve. Azt tudom, hogy a Nirvana egy együttes neve, de mi az a kép? Egy nő, egy ilyen angyal, gondolom. Így akarsz bemenni, úgy nézel ki, mint egy kivéhet rocker. Szerintem jól áll. Öltözz át. Március nem csak a tavasz első fuvallatait hozta el a 9. kerületbe, hanem a Pince Színház repertoárjába egy friss és ropogós szerelmi pszichokrimit is becsempészett. A színdarab ősbemutatóját nemzetközi nőnapon, március 8-án láthatták a nézők. Balázs Ágnes darabját, a meghallgatás történetét férje Gáspár András vitte színre, melyben Bogár Ellát, az ünnepelt színésznőt és Láng Leonárdot, a tehetséges, ám sikertelen színművészt ismerhetjük meg. 93-ban végeztünk a Színművészeti Egyetemen Balázs Ágnessel, és egy osztályba jártunk abszolút, és mi ott a negyed év végén találtunk így egymást egy vizsgaelőadásban. Igen. És azóta mi együtt alkotunk sok területen, tehát a színház az egy dolog, ugye hát végül is színészekként színészdiplomát szerezve, mi a Nemzeti Színházhoz szerződtünk, és aztán már akkor az volt a fejünkben, hogy mi szeretnénk saját dolgokat csinálni, és gyakorlatilag 93-tól kezdve mi szabadúszók vagyunk, és hozunk létre egy csomó mindent, többek között színházi előadásokat is. A párkapcsolati drámának induló színdarab fokozatosan alakul pszichokrimivé. A nézők együtt nyomoznak Láng Leonárddal, és vele együtt rakják össze a darab szürreális valóságát. Az előadás végén mindenki felteheti a kérdést. Kifelel mindazért, ami velünk történik az életünkben. Milyen döntések vezethetnek az emberi kapcsolatok válságba jutásáért? És vajon mennyire vagyunk felelősek mi magunk a döntéseinkért? Végül is itt két pár hozta ezt létre, tehát az Ágnes, Balázs Ágnes megírta ezt a színdarabot, mint színpadi szerző, én megrendeztem, és két csodálatos színész kollégát kértem föl, Kálid Artúrt, akivel én évtizedek óta, tehát mi évfolyamtársak voltunk szintén Színművészeti Egyetemen, van egy közös produkciónk, a Sör, Shakespeare összes rövidítve Artúrral, amit most lesz 25 éves, azért durvák ezek a számok, és őt ugye kerestem meg ezzel a darabbal. Sok? Mi? Csak a szöveget? Szöveg. Nézem! Gáspár Andrissal, ami ugye a Sörgörcs okán 25 éves, mondhatni szakmai kapcsolatban vagyunk, és volt ugye már rápróbálkozás, hogy dolgozunk újra együtt. Aztán az mindenféle okok miatt nem jött létre, de egyszer csak a Totya úgy odaállt elém, és mondta, hogy van ez a darab, amit az Ági írt, más körülmények között, tehát és egy kicsit régebben. És ugye ezt ilyen 50 körüli színészekre írtam, mi most vagyunk 50 körüli színészek, akikre viszont írtam, mivel akkor nem tudták bemutatni, ezért ez így szépen lassan így halasztódott, és ott, hogyha egyszer csak jött és mondta, hogy én egy 50 körüli színész vagyok, eléggé úgy gondolja, hogy alkalmas lennék arra, hogy ezt a szerepet eljátszam. Amikor ezt így mondtam, hogy nekem azért ez nagy kedvem lenne, és akkor ugye automatikusan evidensen az volt a következő, hogy akkor ki legyen a nő ellen, és akkor hát ki legyen a nő, hát ki legyen. És ez azért is nagy dolog és nagy trúváj, mondhatni így, mert mi a Tündével miközben mind a mai napig együtt élünk és együtt alakítjuk az életünket, és család, és gyerekek, és kutya, és adóság, és ház, és költözés, és egyben mindent, tehát hogy egy család vagyunk. A Tristán és Izolda óta, ami nekünk egy mondhatni legendás szerepünk volt, ezt most nem úgy kell érteni, hogy majd ha megszületik a summa,
a CV, akkor majd ezt fogják leírni, hogy híres, nem tudom én, de minden esetre nekünk nagyon meghatározó volt, és esküszöm, hogy mind a mai napig van, hogy oda jön valaki utcán, és azt mondja, hogy élete egyik legnagyobb élménye volt a Tristan és Izolda, úgyhogy mi annak nagyon-nagyon hálásak lejöttünk, már csak azért is, mert ha az nincs, akkor lehet, hogy a sors egymásnak rendelt minket, de lehet, hogy elcsúsztunk volna egymás mellett. Így pedig egy ilyen színpadi, izgalmas szerelemből észrevétlenül lett egy nagy, valós szerelem kettőnk között, aminek következtében mi összekötöttük az életünket. Arra emlékszem, hogy én azt mondtam, hogy te bárány, szerintem ez jó. És azt mondta, hogy baba, tényleg? Szerinted is? Szerintem igen. Ha vágjunk bele, szerintem igen. Akkor megmondhatom? Mondom, meg. Nyugodtan mondd meg. Tényleg? Tényleg. Körülbelül ez volt. Amíg szólt a zene, nem érdettünk egymáshoz. Ők az Alföldi Robinek a Tristan és Izolda című előadásában találtak egymásra, gyönyörű, szép szerelmes pár voltak. Emlékszem egy jelenetre, hogy gurulnak lefelé mesztelenül a színpadon, az abszolút így bennem van a 90-es évek közepéről. És aztán felkértem úgy őket erre a szerepre, elküldtünk egy első verzióját ennek a színdarabnak, amiben már beleszeretett az Artúr, és utána Balázs Ági dolgozott rajta, a Pince Színháznak a kérésére is, mert tulajdonképpen az a verzió még egy olyan 50 perces volt, és azt kérték, hogy hát egy színházi előadás az minimum 1.15, most az 1.22, úgyhogy szerintem ez ideális. A Pince Színháznak olyan igazgatója van, Sós Péter személyében, akivel én nem nagyon találkoztam, rengeteg magánprodukciót hoztam létre. De olyan helyzettel én kevéssel találkoztam, amikor behoztam a produkciót, és azt mondta, figyelj András, én ismerem az eddigi tevékenységedet, az Ágiét is, a Kálid Artúrét is, a Murányi Tündét is, én láthatatlanban megbízom bennetek, gyertek, és még adok hozzá támogatást nektek, hogy még nagyobbak legyenek a keretek, amiben tudtok dolgozni. Hát ez csoda. Tehát remek, tényleg jó élmény, és bízom benne, hogy most próbálunk megfelelni ennek a helyzetnek így alkotóként, hogy ezt a bizalmat egy jó előadással kellene meghálálni, de én azt gondolom, hogy ez értékes minőségi történet. Már ide éreztük, hogy ezt egyszerűen bűn nekünk nem kihasználni, és ezen nem gondolkodni, hogy mi ketten együtt csináljunk valamit. És volt próbálkozás, de nem volt igazán jó az anyag, amivel próbálkoztunk. Tehát ez nekünk most azt gondolom, hogy egy nagyon nagy ajándék és egy nagyon nagy érték, hogy ezt így kézbe kaptuk. Balázs Ági belerakta a személyiségének a rengeteg aspektusát. El lehet képzelni, hogy milyen lehet a mi házas életünk ezután az előadás. Nem, egyébként egy nagyon tapasztalt, jó író, iszonyatosan jó az ő anyagaival dolgozni. Ez már nem az első, amit egyébként én rendezek, és nem is az utolsó, sőt, 2-3 hónap múlva kezdek egy zenés játékát, amit a Szentendrei Teátrumban fogunk bemutatni. Hát ők elképesztőek, tehát az András, meg az Ági, meg nem tudom, mikik a háttér, Matola Kriszat, igen, meg ő, meg biztos mások is vannak. Hát, hogy igazából olyan fantasztikus dolgok vannak szerintem, olyan csodálatos előadások, amikről nem tudnak az emberek. Fantasztikus kísérleti színházak, monodrámák, gyönyörű előadások. És nem tudnak róla az emberek, mert hogy másképp működik, mint régen a színház. Tehát régen néztük egymást, mindenki tudott mindent, élt a Molnár Gál Péter, tehát mindenki szorongott, hogy mit fog írni a kritikus. Tehát nagyon más világ volt, és most pedig, hogy minden föl van így pörögve, és egyszerűen Facebook, nem tudom mi, megosztás, nem tudom, megosztod elégszer, hogy nem tudom mi, hogy... Tehát, hogy nem jut el az emberekhez, csak hogyha így dömpingben nyomod, hogy tudjanak arról, hogy te mondjuk csináltál egy nagyon értékes dolgot. És nagyon nehéz a sok, most nem akarok senkit megbántani, de a sok szemét közül megtalálni azt, ami tehát nagyon nehéz a nézőknek, szerintem. Na, szóval csak arra akartam visszatérni, hogy
Tehát ebben fantasztikusak az Andrásék, hogy erről az előadásról már annyi ilyen mindenféle promó, reklám, net, klip, mindenféle készült, hogy tudjanak róla. Hogy remélem, hogy ezek után majd lesznek nézők. Fontos dolgokról beszélgettünk. Tehát tényleg ez van. Tehát az Arturék munkáján is abszolút az érződik itt a színpadon, hogy egyszerűen minden pillanatot ők át tudnak élni, ugyanis olyan konfliktusok vannak, ugye ráadásul egy harmadik házaspár is van ebben a sztoriban, a főszereplő házaspár, ugye, a Bogárella és Láng Leonárd, ugye, egy elvetélt színész, akiből író lesz, és egy sikeres színésznő. Láng Leonárd elhagyja a feleségét, és egy évvel az elhagyás után egy kis statisztáért hagyja el. Gyakorlatilag találkoznak egy meghallgatáson, ami aztán kiderül, hogy ez a meghallgatás ez valami teljesen más játék, de az első szituáció az, hogy belép Láng Leonárd, és ott találja a feleségét, akit egy évvel ezelőtt csendben hagyott gyakorlatilag. Hát te? Hát én. A meghallgatásra? Te is. Megpróbálom. A színész egyébként is mindig valahogy arra törekszik, hogy a saját életét így vagy úgy belefogalmazza egy adott szerepbe, vagy egy adott előadásba, ha pedig ilyen, tulajdonképpen ilyen házasság és kapcsolat és megcsalás és gyűlölet és szeretet és héjanász és nem tudom én, tehát hogyha egy ilyen darabot kap az ember, akkor meg örülnie kell neki, hogy ezt, hogy így tud így magáról, magukról értelemszerűen egy valamilyen más köntösbe öltöztetve, de beszélni. Azonnal! Vissza ki! Meghalt egy ember! Megölt! Segítség! A telefonom! Hova tudtam? Én halott vagyok. Tessék, játsszál egy halottat. Oké. Jó, halott vagyok. De végül is te, amikor elemeztünk, hogy végül is az Ella, tehát ő már halott, és akkor az élete nagy szerelme, a szerelme a halál mesdjén áll, hogy most életben marad, de, és akkor te végül is, tehát te nem vagy, most csak azért mondom, hogy egy színésznő ezzel, hogy mit tud kezdeni, te nem vagy, te ő neki a lelke vagy, vagy a lelki ismerete, vagy az ő tükre, vagy az ő, tehát csupa ilyen, aha, mondom, oké, de akkor most én itt úgy praktikusan, tehát mondjuk, hogy meg tudok fogni egy tárgyat, ha én már nem vagyok. Na minden, most viccelek, de hogy nagyon nehéz volt az, hogy minden a Leo, tehát a férfi főhős, ben zajló lelki tusáján keresztül vagyok, én csak innen-onnan billegetem őt. Ha az ember nem elég bátor és nem elég, hogy mondjam, önkínzó, vagy nem tudom is mi a jó szó erre, akkor nem megy elég mélyre, és akkor nem születnek meg olyan dolgok, amik esetleg megszülethetnének. Tehát lehet felszínen kapargatva, felszínen maradva fölmutatni valamit. Én azt hiszem, hogy mondjuk egy ilyen típusú darab esetében az a célra vezető, hogyha minél inkább le tud menni az ember a dolgok mélyére. És értelemszerűen mi itt, ők nem tudják, hogy nekünk milyen konfliktusaink voltak esetleg, de mi itt félszavakból tudjuk, vagy tudtuk a próbán, hogy ennek milyen magunkra vonatkoztatható története, vagy múltja van. Ugye itt van egy férfi, a főszereplő, aki keresi mindenkiben a hibát, és hát végül is az a végső következtetése ennek a férfinak, hogy úristen, hogyha nem állandóan másra terhelem a saját életem nehézségei miatt a felelősséget, hanem én veszem kezembe a saját sorsomat, a társammal, akivel együtt vagyok,
azzal, annak megfogom a kezét, elmondom a problémáimat, ő elmondja nekem a problémáit. Ha közösen kibeszélünk dolgokat, akkor sokkal nagyobb csodákat lehet megélni és létrehozni, mint azzal, hogy eldobjuk azt, akit megtaláltunk magunknak, és akit társunknak választottunk egy igennel, akár az egyházban is, meg a polgármesteri hivatalban. Tehát, hogy egészen egyszerűen ez a darab egyébként talán ebben van igazad, hogy tényleg a kommunikációról szól, és hát ugye arról, hogy egész egyszer mindenki a saját sorsát, életét irányítja. Tényleg nem lehet másokra kenni semmit, és ha elrontod az emberi kapcsolataidat, akkor abban te nagyon benne vagy. Nincs az, hogy csak a másik a hibás. És hát én azt gondolom, igen, talán a mi példánk, tehát az Artúr és a Tündéje, meg az enyém is így mutatja ezt, hogy két nagyon stabil kapcsolat, mert egyik 25 éves, ők azt hiszem 23 éve vannak együtt, tehát hogy itt persze, hogy vannak válságok, vannak konfliktusok, vannak összetűzések, vannak elcsúszások egymás mellett, de mi nagyon sokat beszélgetünk. És visszatérve a kérdésedre, hogy lehet ilyet létrehozni, hát ettől, hogy egész egyszerűen kommunikálunk, tehát beszélünk, kibeszélünk, problémákat oldunk meg, együtt oldunk meg. Ma vagyok 50 éves. Ő is 50. Az is nagyon szép, az úgy tetszik, hogy jó kimondani azt, hogy ma vagyok 50, hogy ma lettem 50 éves, bár még nem, éppen nem vagyok 50 éves, de nagyon közel vagyok már hozzá, és az mondjuk ilyen szempontból az, jó, hát majd biztos valami fantasztikus dolog fog történni, vagy nem. Hát én ugye most majd augusztusban töltöm a 49-et, tehát hogy nagyon közel vagyok már az 50-hez. Tünde is szintén 50 körül van, bár úristen, ilyet nem szabad mondani. Szóval, hogy természetesen nem habos-babos, tehát egy élet, mint olyan, az ezer és ezer buktatója van, ezer nehézsége van. Van, amikor tényleg meg tudnád ölni a másikat. Tehát, hogy természetesen azért vannak határok, tehát a civilizált emberek vagyunk, de azért tudjuk. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem így van, az vagy nem él, vagy valamit fölépített magának egy ilyen várat, vagy valamit, hogy majd miért gondolja azt, hogy neki boldogságos és szép az élet. Az élet az tele van buktatókkal. Kérsz? Nem kösz. Nem, hanem is szólt. Nem. Mióta? Régóta. Lehelj rám. Na, azt mondtam, lehelj rám. De, anyád tudja? Mit? Hát, hogy már nem is szól. Él még egyáltalán? Kicsoda? Az anyád. Él, persze. Sose hol meg. Szerintem nagyon szórakoztató játék, mert én a darabnak az utolsó 10 perce az, ami picit melodrámába hajlik, de ott is próbálunk nagyon-nagyon pontosan és nagyon-nagyon szikáron dolgozni, de addig végig szórakoztató. Hát a Murányi Tünde ugye körülbelül, nem tudom, 7 átöltözése van, és 7 karaktert jelenít meg ugye a színdarabban, és hát a Láng Leonárd pedig sodródik ebben a játékban. Hát, ilyenek a nők. Nem tudsz megbocsátani, mi? Mi? Megbocsátani? Mit? Szarérzés, mi? Ha csak úgy magadra hagynak. Ha elkezdtük, fejezzük is be. Itt vannak a ruhák. Hogy ezek csakraszínek. Tehát a 7 csakraszín. És amilyen... ezt az Ági írt, tehát az írói dolog, tehát nem tervezői. Egyébként a tervező lányok csodálatosak, azt még el kell, hogy mondjam. Két fiatal képzős lány, nagyon jó volt velük dolgozni. Na, hogy a színek szerint, tehát a májvától a hófehérig, hát illetve a fehér az így nem csakra szín, de na mindegy, hogy milyen lelki, tehát hogy az intellektuális, a szexuális, mondjuk a narancs, a nagy szerelmi, tehát hogy melyik minek a jelentés, hogy éppen a férfi, tehát hogy mi megy át a halál előtti pillanatban. Igazából egy ember abban a pillanatban visszapereg az egész élete. Tehát visszapereg a főhősnek, tehát nem a nőnek. A nő visszapergeti, hogy ő velem is volt, és hogyha újra kezdhetné,
vagy hogyha van, tehát vannak ezek a karmák, vagy nem tudom, vissza sokféle ilyen filozófia is van benne. Akkor ne kövesse már el azokat a hibákat, könyörgöm, mondja belül a nő. Lehetne ajánlani párterápiának a családoknak, vagy a válságban lévő kapcsolatoknak, mert ez tényleg sokféle irányt mutat. Mondjuk az tény, mivel ez egy színdarab, ezért azért itt egy drámai szituáció van, tehát ezt nem lövöm le a poén, de azért, hogy mondjam, nagyon durva dolog történik, amire aztán furcsa módon kezdenek visszaemlékezni, de ott mégis a nő is kimondja, hogy igen, tehát ő is elkövetett egy hibát, de segít a férfinak abban az ő szelleme, lelke, hogy a férfi tehát megtalálja jó válaszokat a kérdéseire, és esetleg úgy döntsön, hogyha tovább tud élni, akkor talán olyan életet fog élni, ahol nem lép be ugyanazokba a csapdákba, amiben élte az életét. Minden ember volt szerelmes. Tehát ez a jó Isten vagy valaki, ki miben hisz, nagyon jó kitalálta. Tehát szerelmes mindenki volt, életében egyszer legalább. És ha volt kapcsolata, akkor megélt, sőt, ha mondjuk társkapcsolata, anyja volt, vagy valaki, tehát hogy ha csak nem egy remete. Tehát hogy ha már van egy másik ember, akkor már konfliktusod van. Tehát, hogy minden dolog, tehát végig tudja élni a néző, mondjuk az is végig tudja élni, akinek nincs családja, vagy nincs társa, vagy például, akit én játszom, hogy neki nincs gyereke. Nekem meg van. Tehát, hogy én szerintem ilyen szempontból olyan mély emberi érzelmeket, tehát a legvégletesebb gondolatokat és érzelmeket próbál felmutatni, és az minden emberben ott van. Tehát ebben azért mindenki egy. Fontos az embernek a saját boldogság, ez tuti, hogy így van, én is így gondolom, de nem biztos, hogy máshol találod meg. Hát ha már megtaláltál magadnak valakit, akkor miért nem vele próbálod építeni a saját boldogságonat? Tehát ez az előadás valahol erről szól, és azt gondolom, hogy nagyon sok egyedül hagyott vagy megcsalt nőnek nyújthat segítséget, és férfiaknak, akik nem tudom, szanaszét szórják magukat a világban, egy picit talán összerendezi őket, és rátereli a figyelmet arra, hogy a társad az egy fontos lény, nem véletlenül van melletted. De mi legyen a holnapi címlapon? Hogy Láng Leonárd életét vesztette, vagy Láng Leonárd szerencsére határos módon megmenekült a klinikai halál állapotában. Soha többé nem vagyok. Vannak olyan kapcsolatok, amik ami ezer oldalról kikezdhetőek, de mégis valahogy ilyen megkérdőjelezhetetlen, vagy nem tudom, hogy mi erre a jó szó. És azt hiszem, hogy ez is egy ilyen kapcsolat. Tehát túl nyomoron, mindenen túl, és túl áruláson, és túl alkoholizmuson, és mindenen túl, meg sikertelenségen, meg másik hibáztatásán túl, valahogy azért ők mégis nagyon egymásnak vannak rendelve, ha lehet ilyet mondani. Annál is inkább gondolom ezt, mert különben ez a fajta megváltás történet, annélkül, hogy túl sok mindent elárulnék a darabról, mert azért vannak benne olyan titkok, amiket jó lenne, hogyha a néző saját szemével fedezne föl, vagy saját agyával fejtene meg, vagy szívével értene meg. Mégiscsak ez egy olyan megváltás történet, amire az, hogy itt ebben az esetben ez a két ember megváltódhasson, ahhoz arra van szükség, hogy a másik legyen ott mellette. És mással ugyanez nem történhetne meg, én azt gondolom. Igazából egy örök körforgás, hogyha jól, hát ha jól csináljuk. Tehát újra kezdődik minden, és talán ugyanígy fognak veszekedni. Tehát nincs happy end, tehát nincsen. És ugyanúgy átadjuk a szenvedéseket, ugyanazt végigjátszunk, megpróbálunk valamit változtatni, ne azt csinálja, mint a anyám, apám, vagy nem tudom mi, vagy amiket éppen kitől mit kapok föntről, vagy nem tudom mi. Hát csak ugyanazokba belelépünk, ugyanazt, és akkor mégis az, hogy próbáljuk meg, hát ha lehet ezt jobban csinálni, hogy hát ha lehet egymást egyszerűen csak szeretni.